ünnepi köszöntőkkel és plenáris előadásokkal kezdődött az Erdélyi Múzeum Egyesület Erdélyi Magyar Tudománynapja tiszteletére szervezett központi rendezvénye a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében. Az oknyomozó tudomány égisze alatt zajló eseményen különböző szakterületeket képviselő fiatal kutatók tartottak előadást, amelyben kutatásaik eredményeit vagy a szakterület világszintű teljesítményeit ismertették. Láthatólag 40 alatti kutatók tartottak előadásokat, viszont olyan szakemberek, akik már befutottak, tudományos pályán működnek, egyetemen tanítanak és kutatnak. Ez fontos célunk volt régebben is, és a kutatóintézetünk is hát szinte mondhatni ugyanilyen korbeállításban működik. Fontosnak tartjuk most is, régebben is annak tartottuk a tudományos utánpótlást, és amennyire az Egyesület szerény lehetőségei engedik, ebben a következőben is dolgozni fog. Az, hogy egyetemi hallgatókból vagy doktorandusokból hogyan tud kutatócsoportot formálni egy-egy témára, az sokszor az anyagi lehetőségektől is függ, de ebben is értünk el, és érünk el sikereket, mind a műszaki tudományok, vagy a természettudományok, vagy akár a humántudományok valamelyik ága terén. A délelőtt folyamán gróf Mikó Imre emléklappal tüntettek ki olyan személyeket, akik támogatták az Erdélyi Múzeum Egyesületet, vagy tevékenységükkel, kutatói és oktatói munkájukkal járultak hozzá az erdélyi magyar tudományos élet fejlődéséhez. Ilyen címen fejezték ki elismerésüket Maróth Miklós Széchenyi díjas magyar klasszika filológusnak, orientalistának, egyetemi tanárnak, Vékás Lajos Széchenyi díjas magyar jogtudósnak, egyetemi tanárnak, Nyárádi Imre István agrármérnöknek és Orbán Kiskárolynak, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem élettani tanszéke docensének. Legfőképpen azt szeretném, hogyha Románia általában többet szánna a tudományos kutatásra a nemzeti össztermékből, ebben sajnos el vagyunk maradva más országoktól, az oktatás sem kap annyi pénzt, amennyire szükség volna. Nekünk múzeumegyesületként pedig azt kívánom, hogy a román állami költségvetés is egy kicsivel jobban ismerje el a munkánkat, és gyarapítsa a lehetőségeinket, mert sokszor a tudományművelés az pénzkérdés is. Rövid zenés intermezzo és szünet után az ünnepség plenáris előadásokkal folytatódott. Másnap szekcióüléseket tartottak az Erdélyi Múzeum Egyesület szakosztályai és fiók egyesületei.